Sziasztok, mérlegek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, megosztottátok, különösképpen, ha feliratkoztatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségetekre lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy szeptember hónapban milyen energiákat várhattok a pénz és a karrier területén, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra, amik rezonálnak, és engedd el a többit. De kezdjünk is hozzá. A kirakásod középpontjában a halál kártyája van, amitől nem szabad megijedni. Igazán csak a filmek azok, amik rossz hírnevet keltenek ennek a kártyának. A halál az arról szól, hogy egy különösképpen, hogy a központi helyen van, azt jelenti, hogy az életed egy nagyon nagy változáson megy át, ami nagy hatással van az életedre. Tehát ez általában a halál az egy olyan változás, transformációt jelent, amikor teljesen megváltozik az életed, és igazán nagyon fontos, hogy ezt a változást próbáld úgy megélni, hogy nem próbálsz ellenállni, hanem próbálod úgymond üdvözölni, próbálod ezt a változást pozitívan nézni. Ha megnézzük a halál kártyájának az eredeti ábráját, egy fehér lovon jön a halál, és több figura is van rajta. Van rajta egy király, van rajta egy püspök, valamint két fiatalabb személy. A király úgymond próbált ellenállni ennek a változásnak, de mégis meghalt. A fiatalabb az egyik fél, a másik pedig úgymond üdvözli a halált. Hát itt ez azt jelzi egyszerűen, hogy többféle módon lehet egy változással szembenézni. Mindenképpen fontos, hogy ez a változás, amint te átmész, ezt ne próbálj neki úgymond ellenállni, hanem fogadd el. Tehát mit jelent ez a pénz a karrier területén? Ez általában jelezheti azt, hogy ha van olyan dolog az életedben, ami nem működik, akkor ne ragaszkodj hozzá. Engedd el. Ez a kártya arról szól, hogy elengedsz olyan dolgokat, amik nem szolgálnak téged, és úgymond beengeded az új dolgokat az életedbe, mert a halál az általában jelzi azt is, hogy egy ciklus véget ér, de jelzi azt is, hogy egy új szakasz kezdődik el az életedbe. Tehát például, ha dolgozol egy munkahelyen, ahol nem vagy, nem érzed jól magad, akkor itt az ideje annak, hogy változtass ezen, mert ha nem változtatsz, akkor lehet, hogy az univerzum jön be, és segít neked úgymond meghozni a döntést egy torony pillanattal, egy torony helyzettel, amikor úgymond kiszabadít téged ebből a helyzetből, ami nem a te javadat szolgálja. Ha például azon gondolkozol, hogy szeretnél a saját vállalkozásodat elkezdeni, de nagyon hezitálsz azon, hogy ennek fordíts az idődet, akkor a halál általában jelzi azt, hogy itt az ideje annak, hogy úgymond belevesd magad ebbe az új projektbe, ebbe az új vállalkozásba, amin gondolkozol. Tehát mindenképpen egy hatalmas változás van az életedbe, aminek a kellős közepén vagy, de nézzük azt, hogy milyen más lapok vannak itt, hogy egy kicsit jobban megértjük ezt a változást. A kirakásod a kiegyenlítődés kártyájával kezdődik. A kiegyenlítődés kártyája az általában arra szólít fel, hogy legyünk türelmesek,
és ne próbáljunk belerohanni semmibe, minden lépést tegyünk meg egymás után. Ezen a kártyán az angyal tűzből és vízből próbál aranyat csinálni, amihez nagyon sok türelem kell, és nem szabad, hogy siess. Tehát neked is én azt látom, hogy lehet, hogy próbálsz valamit létrehozni, ahol nagyon fontos az, hogy türelmes légy, és ne rohanj. A kiegyenlítődés mindig azt sugallja, hogyha minden lépést egymás után teszel meg, akkor a végén siker fogja kövezni az utat. Nézzük meg, hogy mi a következő lap. A következő lap a botok királya. A botok királya az általában jelentett téged, jelentett egy szemét, akivel kapcsolatban állsz, de jelentheti az a kártya energiáját. Tehát a botok királya az egy nagyon jó vezető, vagy olyan valaki, aki képes az embereket felsorakoztatni az elvei, a víziója mögött. Tehát ez a született vezető, aki szereti a kalandot, szereti az új dolgokat, szeret innoválni, kipróbálni, tesztelni, és új oldalról megközelíteni a dolgokat. Tehát itt ez általában egy nagyon vállalkozó szellemű személyt jelent. Tehát itt lehet néhányatoknak arról van szó, hogy a saját vállalkozásodon dolgozol, ahol egy kicsit türelmesnek kell lenned ahhoz, hogy elérd az eredményeket, amit szeretnél. Ez a személy lehet egy, aki segít neked, jelölhet téged, és ez a botok királya energia. De mindenképpen ez egy vezető szerepről szól, ahol képes vagy rizikós lépéseket megtenni. De folytassuk. A következő lapod a botok kettes, ami arról szól, hogy valamilyen döntést kell meghoznod. Tehát ez a döntés az általában, mint láthatod, két út van előtte, és el kell dönteni, hogy melyik úton mész. Ez a döntés igazán mindenkinél más és más. Van, akinél azt jelenti, hogy azon gondolkodsz, hogy a saját vállalkozásodba fogj bele, vagy állásban, vagy alkalmazásban maradj. Van, akinél azt jelenti, hogy két pozíció közül kell választanod, két lehetőség közül, vagy azt kell eldöntened, hogy a jelenlegi munkahelyeden maradj, vagy egy új munkahelyet keres. Mindenképpen egy olyan helyzetet jelöl, amikor nagyon sok mindent elértél, és nehezen adod fel azt, amit elértél, de igazán titkon tudod, hogy sokkal több van előtted, sokkal több mindent tudsz elérni, úgymond az egész világ előtted van. És ha megnézed, az út az világos lesz előtted, vagy világos már előtted, hogy melyik úton kell tovább menned. De folytassuk. A következő lap egy nagyon jó, a szerencsekerék lapja. Tehát a szerencsekerék egy másik lap, ami arról szól, hogy változik az életed. Tehát különösképpen a halállal együtt egy nagyon nagy változáson mész keresztül. A szerencsekerék az általában jó jel, mert azt jelzi, hogy jobbá fordulnak a dolgok az életedben. De mindenképpen egy nagyon nagy változásról van szó. Egy olyan változás, ami a javadat szolgálja. Lehet, hogy ez a változás nem egyszerű, de mindenképpen a javadat szolgálja bármilyen nagy változáson mész át. Tehát ez a kártya általában arról szól, hogy az univerzum úgymond veled együtt működik, veled együtt dolgozik azon, hogy jobbá forduljon az életed. Tehát, hogyha egy rossz munkahelyed van, akkor igazán itt az ideje annak, hogy változtass rajta. Tehát ne maradj abban a helyzetben, ami úgymond
nem jó neked. Ha azon gondolkozol, hogy elkezd a saját vállalkozásodat, akkor itt az ideje, hogy megtedd ezt a lépést. Igazán a bátraké, a szerencse az a nagyon jól rezonál ez a kártya mögött. Tehát mindenképpen kezd bele abba, ami segít neked abban, hogy kilábalj abból a helyzetből, ami van, hogyha egy rossz munkahelyeden vagy, vagy ha a saját vállalkozásodat szeretnéd elkezdeni, igazán ennél jobb idő nem lehet. Ezt mondja a kártya. Aztán az utolsó lap a kardok hetes. A kardok hetes többféle dolgot jelenthet. Egyrészt néhányatoknál jelentheti azt, hogy valaki próbál félrevezetni, valaki próbál meglopni. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy pénzügyileg, lehet, hogy ellopja az ötleteidet. Valaki, aki trükkös, valaki, aki nagyon jól tudja az embereket manipulálni. Tehát különösképpen, ha egy olyan helyzetben vagy, akkor nagyon el kellene gondolkoznod azon, hogy változtass valamit. De néhányatoknál a kardok hetes azt is jelenteti, hogy más szemszögből kell megközelítened a dolgokat, ne a régi módon, hanem valami új álláspontot kell felvenned, egy új álláspontot kell meggondolnod. Mert a kardok hetes az arról szól, hogy ő nem akar csatázni, hanem inkább ellopja a kardokat, és más oldalról közelíti meg a helyzetet. Tehát ha megnézed itt ez a három kártya, a szerencsekerék, a halál és a kardok hetes, az mind igazán arról szól, hogy szólhat arról, hogy vagy nagy változáson mész keresztül, és mindenképpen másképpen kell hozzáállnod a dolgokhoz. Kérdezzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el megosztani, lájkolni, valamint feliratkozni, ha még nem tetted meg, az nekem mindenképpen jelzi azt, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, akiknek szükségük van erre, és neked ez csak egy gombnyomás, tehát remélem már meg is nyomtad a like és a feliratkozás gombokat, de mindig nagyon szívesen olvasom a kommentben azt, hogy mi történik veletek. Tehát az erőkártyája a következő lap, ami egyrészt jelzi azt, hogy légy erős, bátor ebben a változásban. Jelentheti azt, hogy olyan lépéseket teszel meg, amivel mindenkit meglepsz. Tehát úgymond olyan bátor leszel, hogy amit senki sem néz ki belőled. Ami nekem itt nagyon feltűnik az, hogy tehát egyrészt én azt látom, hogy erős leszel ahhoz, hogy ezen a változáson végmenj, bármilyen nagy változás is ez. De ha megnézed, a szerencse van középen, ott a türelem kártyája, a bátorság kártyája, valamint a kalandnak a kártyája. Tehát itt én azt látom, hogy a bátraké a szerencse, úgymond. Tehát ne félj attól, ami előtted van, mert ha bátor vagy, akkor és ha új szemszögből közelíted meg a dolgokat, innoválsz, akkor igazán siker kövezi az utadat. Aztán a következő kártyánk a hold kártyája. A hold egyrészt jelképezi azt, hogy a megérzéseid, a belső hangodat kell követned ebben a változásnál, és ha igazán követed az intuícióidat, akkor siker fog kövezni. Azt is jelentheti, hogy a hold az jelzi a félelmeinket, az árny oldalát a dolgoknak, tehát itt lehet jelképezni azt is, hogy ez a változás, amin keresztül mész, az aggodalommal tölt el, félsz tőle. De ami érdekes, hogyha megnézed, mind a hold, mind az erőkártyája itt van, tehát bármennyire félsz ettől a változásról, én azt látom, hogy megvan az energiád, megvan az erőd ahhoz, hogy végigvidd, amit szeretnél.
De nézzük meg, hogy mi az utolsó lap. Az utolsó lap a botok ötös. A botok ötös az általában a verseny írja, a versenyt írja le, valamint konfliktust is jelöl, de ez nem a kemény konfliktus. Ez általában egy olyan konfliktus, amikor mindenki más szemszögből látja a dolgokat, más oldalt képvisel, és próbálja a saját céljait elérni. Általában ez jelenteti azt is, hogy néhányan a munkahelyeteken, vagy az iparágban, amiben dolgozok, nagyon sok a versengés. Tehát ha például egy állást próbálsz megszerezni, lehet, hogy nagyon sokan jelentkeznek rá. Ha egy üzletet próbálsz megtalálni, lehet megszerezni, lehet, hogy nagyon sokan próbálják ugyanazt az üzletet megszerezni. És itt igazán lehet, hogy más, egy kicsit más szemszögből kell megközelítened a dolgokat. És ha megnézzük a pakli alját, a pakli alján a kardok ötös van, ami egyrészt jelezhet egy olyan konfliktust, ami a kommunikáció hiányán alapszik. Tehát itt lehet, hogy félsz ettől, hogy ez a versengés egy kicsit keményebb konfliktussá válhat. De ami igazán nagyon fontos ebben a kirakásban, ha megnézed azt, a 9 kártyából 5 nagy arkánum, ami jelzi azt, hogy a változás, amin keresztül mész, nagyon nagy kihatással van az életedre. Ez nem egy kis egyszerű változás. Ez egy olyan változás, ahol türelmesnek kell lenned, bátornak kell lenned, nem szabad félni. Mindenképpen tedd meg a lépéseket, ami előre visz. Ne félj tőle. És alapvetően, ha mész ezzel a változással, ez egy nagyon jó dolgot hoz az életedbe, a szerencsekerék mindig valami pozitívat jelez. Tehát kedves mérlegek, ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.